Jól kezdtétek a mérkőzést, tulajdonképpen majdhogy nem végig a kezetekben volt, egyszer följött az ellenfél, de az első félidőt 4 gólos előnyen zártátok. Hogy láttad az első félidőt, hogy ment? Az első félidőben elég agilisan játszottunk, jó volt a védekezésünk, nyitott védekezésben nagyon sikeresek voltunk, agresszívan játszanunk, törvezett a játékot, összeálltunk az Ottmárkénak, a kettes védőinknek nagyon agresszívan tudtak játszani, és ezért nagyon kevés gólt tudtak lőni, ha jól emlékszem az első félidőben 5 percet kaptunk egyet, és a végére 7 gólt kaptunk, ha jól emlékszem, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó védekezés volt, utána mindezben egy kicsit leeresztettünk a félidőből, és sajnos már több meccsen is már problémánk volt. Én is így láttam, hogy a második fél időben kijöttetek, még tartottátok magatokat, azonban olyan 19-20 gól környékén egyszerűen megállt. Nem tudtatok, gólképtelenek voltatok. Mit láttál, hogy mi volt ott a hiba? Nagyon sok 2 percet kaptunk sajnos, és egész meccset, majdnem az egész meccset emberhátrányban játszottunk végig, ezt szerintem meg is látszik a játékunkon. Utána a támadásban nagyon nehezen szereztünk gólokat, inkább alakult, hogy a védekezésünkben könnyű gólokat kaptunk, a támadásban még meg kell szenvedni a gólunkat, a gólokra és ezért 4 gólos előnyből sikerült nekik visszajönni a X-re, és amíg csak küzdködtünk, hogy gólokat szerezünk egy-egyezésekkel, betörésekkel, és sajnos nem jöttek a játékok, amiket gyakorlunk edzésen. Ezzel szemben azonban egy nagyon izgalmas végjáték következett, ahol sikerült nektek jól kijönni, annak ellenére, hogy egy 7-es kimaradt ugye a végén, de ezt elnézzük, hiszen 2-vel nyertetek. Hogy élted meg a végjátékot? Hú, hát én nagyon izgultam, nagyon akartam, hogy győzzünk végre, mert már tavalyi évben sajnos még nem voltam itt, de akkor meg ez, mint a többiek mondták, elvittek tőlünk 4 gólt a Fejérvár, és hát egy hatalmas revans érzés volt bennünk, hogy ezt muszáj visszaszereznünk, és hát szerencsére sikerült. És ott, hogy kimaradt a 7-es, egyet még vezettünk, úgyhogy szerintem az egész csapat nevében mondhatom, hogy úgy éreztük, hogy a védekezésre ki fogjuk javítani, ez mindig azt mondja, hogy ha hibázva a támadásban, akkor a védekezésre ki kell javítani. Ez szerencsére sikerült, nagyon keményen megállítottuk őket a végén, és még ráadásul egy gólt is sikerült szereznünk így. Gólkülönbségben jobban jöttünk így a végére. Saját teljesítményed, de hogy vagy meg elégedve? Nem egészen vagyok vele megelégedve, mondjuk kicsit olyan nehéz volt beleszállni a játékba, már ültem közel 40 percet a padon, és utána hidegen szálltam be, de az asszisztémmal elégedett vagyok, viszont a lövéseimmel voltam, és sajnos, ha jól emlékszem, 3 perc sem lőttem, abban volt egy elhamoltatott sáncos lövés is, de úgy érzem, hogy ezt a védekezésben ki tudtam javítani, illetve csapatjavára próbáltam játszani, és ezzel úgy érzem, hogy kijavítottam ezeket a hibákat. Nagyon szépen köszönöm.